Könnyen olvasható dallamos vers, amiben sok talány van. Nekem ezt jelentette első olvasatra az epilógus. Azon gondolkodtam, hogy az én korosztályom hogyan teheti fel furcsa, akár szemtelen kérdéseit úgy, hogy közben a tiszteletét is kifejezi a nagy életmű előtt. Ebben a versben azt írja, hogy neki nem kell semmi más, csak az az lenyugodott, letisztult írói magány, ahol tud alkotni. Ezt nem kapta meg? Tehát írt ugye 3 toldit, hihetetlen sok verset. Nem volt meg ez neki soha, vagy mire gondolt? Érdekes, hogy ez az őszikéinek a története, tehát ezek a kései versei, amelyekben sokkal inkább belemegy a saját személyes világába is. Tehát pont ezeket a személyes kis keserűségeit, meg leírja a Margit-szigeti öreg pincért, meg hogy a tölgyek alatt szeret üdögélni, meg tehát, hogy ilyen pici apró dolgokat, ugye nem nagyszabású, vagy tragikus, vagy balladai emberi sorsokat, hanem a saját életének a szőszmösszeit, hogy ilyen csúnyán fogalmazzam meg, megírja. És akkor egy nagyon furcsa paradox dolog következik be, hogy ugye a Gyulay Pál lehozza a lapjában ezeket, és hát egy őrült, mai szóval aranyhype tör ki, hogy fú, de baromi jó ez az ember, aki ilyen látványosan kesereg, annyira romantikus, annyira vágja, annyira jó, annyira benne van a levegőben. És hát Gyulay Pál például, ezt leveléből tudjuk, Arany János egyik leveléből, Gyulay Pál egy nagy értékű szőnyeget küldett neki. Ez egy elképesztő nagy érték lehetett, és ő visszaküldette, és azt mondta, hogy nem. Miközben a versekben sír, hogy nincsen elég siker, stb. Akkor megjön a síró versekre, megjön úgymond a siker, de attól meg megijed, mert ő meg nem akar egy sikerszerző lenni, vagy egy ilyen krakéler mondjuk, mint Petőfi, akit egyébként nagyon szeretett és tisztelt ebben együtt, egy másfajta költői magatartás volt, de ugye Petőfi kiadója tanácsára végig tolatta magát Talicskában, a Váci utcán, parasztos ruhában, csizmában, minden, hogy az olyan volt, mintha most a való világ villába a plafonon át valaki berobbanna, tehát hogy a Váci utcában, ami történt, azt mindenki. Na, ez nagyon távol állt Arany Jánostól, és mondom, megijedt még az irodalmi sikertől is, meg attól, hogy neki követői vannak, és nem kezdett el több olyan verset, vagy szóval nagyon sokat gyártani hirtelen, pedig hát benne volt a hangulatban, és nyilván technikai készsége is minden megvolt hozzá. Az aranyvers egyébként billeg az örök elégedettség és az örök elégedetlenség között. Maga a forma is 1-2-3-4-5-6-7-8, ugye a 8-as az a legősibb dalformák egyik, erdő mellett estvélettem, stb. Tehát, hogy nagyon adja magát a daloláshoz, viszont le van csonkolva a felére, hogy többnyire csak gyalog jártam, gyalog bizony, legfőlebb, ha omnibuszon. Tehát, hogy úgy kicsit megbillenti, tehát ott van egy ilyen folytonossági hiány, oda várnánk még 4 szótagot az egésznek a logikája szerint. Tehát ez egy picit ezt a, hogy már az önkéntes lemondást, meg azt is, hogy az élet azért nem úgy adott meg mindent, ahogy én elvártam tőle, az is benne van. De van egy ilyen fajta, hogy is mondjam, kapuzárási derű is benne, hogy igen, hiányok vannak, meg itt tartok, és ennek is dokumentuma ez az epilógus. Az aranykorában létrejött budai pihenőhelyem, az Arborétumban találkoztam a népszerű irodalomtanárral, akitől azt is megtudtam, mi a kapcsolat Arany és Kosztolányi, sőt, Arany és Dosztojevszkij között. A természet lágyölén ülve, az volna az első kérdésem, hogy járhatott-e itt arany? Hát az bebizonyítani, hogy arany hol nem járt lehetetlenség, úgyhogy inkább mondjuk azt, hogy járhatott itt, mint hogy biztos, hogy nem járt.
Az epilógusban is utal ilyen nyári részletekre, a különböző virágokra. Az epilógusban azt fogalmazza meg, hogy ne foglalkozunk a rosszakorainkkal, ne vágyjunk túl nagy gazdagságra, az érdekel minket, hogyha lefröcskölnek minket. Ez a modern pszichológia alapja. Vajon miért írta ezt így a nek? Az arany azért, meg hogy általában az érzékeny irodalmárok jóval megelőzték a pszichológia születését. Tehát mondjuk Dosztojevszkij meg Arany János, hogy most ezt a két óriás megnevezhetem, tehát ők azért a modern pszichológia születés előtt 40 évvel már tulajdonképpen megírták azt, amit az ember lélekről kell. Úgyhogy ezen nem döbbenek meg. Tudatosan így próbáltam meg kihúzni magát a depresszió közeli állapotokból? Hát, vagy azt is lehet mondani, hogy ez az ő költői alkatának leginkább megfelel ez a fajta érdeklődés. Az utolsó versszakban említi Arany, hogy őre már csak egy nyugalom vár, a végső. Ez a vers akkor felfogható úgy, hogy neki ez ennyi volt, ő leteszi a lantot, befejezi a versírást, ott adja az akadémiát, és már egyszerű emberként várja a csöndes elmúlást. Hát azt hiszem, hogy aki az igazán jó művészek, ezt tudom, az elitistán csinálni, de ezt most komolyan mondom, azok tényleg egész életükben a halálra készülnek. Tehát ugye ez ad tulajdonképpen értelmet a művészetüknek, és azért Arany János elég sokszor, hát pont a letész malantot, ez 850-es. Tehát hogy ő azért ezt a gesztus sokszor megtette. Aranyra mindig is jellemző volt ez a számadó attitűd. Egyébként Kosztolányira is, tehát hogy és ebben nagyon-nagyon közel állnak egymást. Ugye Kosztolányi is halálos ágyán Arany Jánost olvasott. Hogy a lantot, szól is szívedhez. Tehát, hogy ez egy nagyon fontos dolog, hogy ez az ő ebben a kérben, a számadásban találkoznak ők egymással.